A koronavírus második hullámában a gyógyszertárak forgalma összességében ugyanolyan erős maradt, mint az első fél évben. Ezúttal nem volt tapasztalható kiugró pánikszerű vásárlás. Idén ősszel az immunerősítők, különösen a D és C vitamin, valamint a cink kereslete erősödött. Ha egy adott márka terméke el is fogyott a gyógyszertárakban, más forgalmazó termékével tudták helyettesíteni, így készlethiány nem alakult ki egyik vitaminból sem. Igazából az első hullámban a március hónap volt a problémás, amikor hirtelen gyakorlatilag egy hét alatt majdnem egy-másfél havi forgalom volt a gyógyszertárakban, ezt sem a nagykereskedők nem tudták kezelni, sem a gyógyszertárak, és emiatt alakultak ki hiánycikkek is. Ez a második hullámban nem jellemző, tehát sokkal elhúzódóban jönnek a vásárlók. Inkább azt tudnám mondani, hogy mindegyik hónap erősebb, mint a tavalyi évben, de abszolút a normális keretek között mozog. Úgyhogy emiatt a nagykereskedőknél sem kellett korlátozásokat életbe léptetni, és igazából teljesen működőképes maradt a gyógyszerellátás. Ami most problémát jelent, az a házhoz szállítás. A gyógyszertervezető azonban azt hangsúlyozta, tavaly decemberben is hasonló volt a helyzet. Ez tehát nem a vírus miatt van, hanem az ünnepek miatt lehet torlódás a futárszolgálatoknál. A vásárlók most azokat a termékeket keresik, amelyek akár az influenza tüneteire is csillapító hatással lehetnek. Sokan ugyanis még mindig nem tudják eldönteni, hogy ez vagy a koronavírus fertőzés áll a tünetek hátterében. A koronavírusnak is, és az influenzának is igazából nagyon hasonló tünetei vannak. Tehát, hogyha valaki hirtelen levelt lesz, rosszul érzi magát, hőemelkedése lesz, akkor nem nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik lesz. Tehát normál esetben ilyenkor első körben lehet azt mondani, hogy valószínű, hogy influenza, és csak másodszorban koronavírus, de hát a jelen helyzetben, mivel azért nagyon nagy a koronavírusos megbetegedések száma, így tényleg elég bizonytalan, ez inkább utólag terül ki, hogy valakinél hosszabb ideig fennáll, nem múlnak el a tünetek, és csinál egy tesztet, és ott már kiderülhet az, hogy koronavírusos. Én úgy tudom, hogy lassan már olyan tesztek is fognak megjelenni, ami mind a kettőt néz, hogy influenza vagy koronavírus, és ilyenkor könnyebb differenciálni, hogy a rosszulét hátterében még van. A gyógyszertervezető hangsúlyozta, mindkét esetben az immunerősítés a legfontosabb. Ehhez azonban nem csak a C és D vitamin fogyasztása tartozik. Fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a zöldségek, gyümölcsök és a hal fogyasztása, valamint a stressz csökkentése, amelynek egyik legjobb módszere a testmozgás.